Tagadják a közokirat hamisítást azok a rendőrök, akik 2006-ban a vád szerint valótlan jelentést írtak az október 23-ai eseményekről. G. Csaba és N. László ellen a közhatalom jogsértettjeinek egyesülete tett feljelentést, amiért hivatali jelentésükben azt állították, hogy a kollégájuk által brutálisan megvert Fábián Gábor lázította a tömeget és ellenállt a rendőri intézkedésnek. Fábián Gábor hazafele sétált 2006. október 23-án az Asztóriánál, amikor egyenruhások egy csoportja felszólítás nélkül verni kezdte. A férfi egyik ujját és a lábát is eltörték a rendőrök. Az azóta leszerelt brutális helyszíni parancsnokot, Vágó Lászlót tavaly jogerősen 1 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Az akcióban részt vett G. Csaba és N. László is. Hivatali jelentésükben pedig azt állították, hogy Fábián akadályozni próbálta a tömegoszlatást, lázította a tömeget és ellenállt a rendőri intézkedésnek. Ezért őket most közokirat hamisítással vádolják. A két rendőr a bíróság előtt tagadta a vádakat. Felsőbbutasításra cselekedett? G. László főtörzsőrmester nem volt hajlandó nyilvánosság elé állni, de ügyvédje szerint a Revíz csoportvezetője nem kapott utasítást a tények megmásítására. Ő a legjobb emlékezete szerint próbálta ezt a jelentést összeállítani. Ennek az eljárásnak most az a tárgya, hogy megvalósult-e a közokirat hamisítása tekintetben vagy sem. De azóta is így emlékezik? Legjobb emlékezete szerint így történtek az események, és ártatlannak vallja magát. Ártatlannak érzi magát N. László is. Azzal védekezett, hogy nem tudatosan hamisította meg a rendőri jelentést. Ez a magatartás, ha ezt leírták, ez egy olyan volt, amit ők úgy vélték és úgy gondolták, hogy ez történt, amit ők leírtak. Tehát ez nem egy valótlan. Az, hogy később adott esetben ez valótlannak bizonyul, ez az ő tudatukat, szándékukat nem hiszem, hogy befolyásolta volna. Az ügyben egyelőre nem született ítélet, mert nem állt a bíróság rendelkezésére a bizonyítékként szolgáló videófelvétel.